Az elmúlt hónapok, a nyár a hosszantartó szárasságról, a szinte folyamatos hőségriasztásról és a meleg rekordok megdöntéséről szólt. A szervezetünk is nehezen bírta ezt a meleget, most pedig nagyon hirtelen érkezett meg a változás. Egy héttel ezelőtt még hőségriadó volt érvényben, és 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet, most pedig azt tapasztalhatjuk, hogy megérkezett a valódi ősz, a lehűlés és a csapadék utóbbiból pedig nagy mennyiség várható az előttünk álló héten. Észak-nyugat felől egy hullámzó frontrendszer érte el hazánk térségét. Tőlünk nyugatra kialakult a Boris névre keresztelt ciklon, és ez a ciklon a holnapi naptól határozza meg leginkább az időjárásunk légköri helyzetét. Nagy területen, területi átlagban is jelentős mennyiségű csapadék lehullása a legvalószínűbb, ked estig bezárólag egyes modellfuttatások alapján a várt lehulló csapadék mennyiség 50 és 90 mm közé tehető, de kisebb körzetekre kollátozódva bizony a 90 mm feletti mennyiség sem elképzelhetetlen. A rengeteg csapadék mellé pedig jelentős hőmérséklet csökkenés is várható, mivel előre láthatólag a következő napokban 9 és 17 Celsius fok közé esik a hőmérséklet. Ugyanakkor a hőérzetünk jóval hidegebbet fog érzékelni, mert viharos erejű szélre is számíthatunk, aminek sebessége meghalad